Az élő keresztút megvalósításában a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportja is komoly szerepet vállalt. Galavölgyi egyházközségek szervezésében indult 3 évvel ezelőtt. A tavaly évben sajnos a rossz időjárás miatt elmaradt, és ebben az esztendőben viszont gyönyörű időnk van, és örömmel tettük ezt a szolgálatot. A cél az, hogy itt a város szívében, a főtéren 2014-ben is hirdessük azt, hogy él Krisztus, és akkor él, ha a szívekben ott a szeretet, és az tovább munkálkodik. Simon Péter plébános arról beszélt, hogy az egyház kijött a templomból. Jelen szeretnénk lenni az embereknek az életében, hiszen Krisztus is erre törekedett. A keresztút az valójában nem más jelent, mint azt, hogy Jézus együtt járja velünk az életútját, a hétköznapjainkban is. Azért jöttünk ki a templomból, a városnak az utcájára, hogy megmutassuk az embereknek, hiszünk abba a Krisztusba, aki velünk együtt él, és velünk együtt járja az életútját. Valójában ez az egyházközségeinknek, a galavölgyi egyházközségeknek, alsógallai, felsőgallai és óvárosi egyházközségek hívő közösségének a tanúságtétele. De azt is mondhatjuk, hogy ajándék Tatabányának, hogy megtudják és megismerjék Krisztus szeretetét. Az élő keresztút sok érdeklődött vonzott a városközpontba. Számomra fantasztikus élmény volt, hogy élőben láthatom azt, amit az ember eddig csak elképzel, vagy csak olvas, vagy csak az imában él meg. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Tatabányán ezt meg tudtuk élni, hogy látjuk azt, hogy mi is történt Krisztus, Jézus Krisztus életében. Fantasztikus dolog szerintem, és nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ezt a Péter atya megvalósította, hiszen már számos városban is ezt megteszik, Budapesten, Székesfehérváron, és nagyon-nagyon örülök, hogy Tatabányán is ez megvalósulhatott, és úgy láttam, hogy az emberek egyre többen csatlakoztak utánuk, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és köszönöm.